Műsorunkban bemutatjuk, hogyan éltek, szerettek és lelték halálukat. Bekukucskálunk a folyosókra, a nagy udvarokba, a királyi hálószobákba, sőt, még a konyhákba is, hogy megnézzük, hogyan ettek, szeretkeztek, öltöztek, és azt is, hogyan használták a királyi illemhelyeket. Ez itt a Tudorok magánélete. A Hampton Court palota az angol királyok és királynék történetének fontos helyszíne volt. Ám 50 évvel ezelőtt, hogy ez az impozáns épület királyi rezidencia lett, a Tudor dinasztia a Bosworth-fieldi csatával hatalomra került. A Bosworthi csata a 15. század második felében Angliában dúló rózsák háborújának utolsó jelentős ütközete volt, ahol a Lancaster ház, valamint a Yorkok álltak egymással szemben. Az 1485. augusztus 22-én vívott csatában a Lancasterek győzedelmeskedtek, és vezetőjük 7. Henrik Richmond grófja ezzel a diadallal Anglia első Tudor királya lett. Nem számítottak rá, hogy 7. Henrik nyeri a csatát, hiszen 14 éven át számüzetésben élt Franciaországban, és a rózsák háborúja, valamint 4. Edward uralkodása alatt senki sem gondolta, hogy király lesz belőle. Meglepetés volt, hogy a Bosworthi csatában a körülmények ellenére sikerült győznie. 7. Henrik Richmond hercege megnyerte a Bosworthi csatát az utolsó yorki királlyal, 3. Richarddal szemben. És utána őt választották Anglia királyának, hiszen vérvonal szerint nem őt illette volna a trón. A dinasztia a Bosworthi mezőn született, amikor is levették 3. Richard fejéről a koronát. Majd átadták a királynak. Ez tulajdonképpen egy szimbolikus megkoronázás volt. Henrik csatában szerzett győzelme révén került hatalomra, ami a királyi rang elismerésének egyik középkori formája volt. Hetedik Henrik egyik első cselekedete volt királyként, hogy feleségül vette Yorki Erzsébetet, halott ellenfelének 3. Richardnak az unokahúgát. Ez egy politikai házasság volt, mely a Lancaster, valamint a York házak egyesítését szolgálta, valamint véget vetett az országot oly sok éves újtó polgárháborúknak is. Ám a béke és a stabilitás fenntartásához Henriknek fiú örökösre volt szüksége, akiben Yorki, valamint Lancasteri vér is csörgedezik. Bár 7. Henriket zord és konzervatív királyként ismerték, nagy valószínűséggel még azelőtt teherbe ejtette feleségét, hogy az hozzáment volna. Talán meg akart győződni arról, hogy a nő termékenye, de az is elképzelhető, hogy azt gondolta, ha korábban magáévá teszi Erzsébetet, nagyobb eséllyel teherbe esik, mint a Frigyük napján. A katolikus egyház is nagy szerepet kapott az emberek szexuális szokásaiban. Szeretkezni csupán házassági kötelékben volt engedélyezett, és csak gyermeknemzés céljából. Az egyház számos szabályozása mellett szigorúan tiltotta a szerelmeskedést nagy böjtkor, adventkor, ünnepnapokon, böjtnapokon, szerdán, szombaton, valamint vasárnap. A házaspárokat érintő temérdek korlátozás mellett azt is elvárták, hogy a nők élvezetüket lejjék a szeretkezésben.
Számos ránk maradt koraközépkori szöveg tartalmaz a fogantatással és a szüléssel kapcsolatos előírást és információt. Sok közülük a Tudorok idején íródott, melyeket lefordítottak angolra. Ebben rajzokat találhatunk a magzatról, a méhről, valamint információkat a terhességről. Köztük azt az elgondolást, hogy különféle módszerek vannak arra, hogyha lányt vagy ha fiút szeretnénk. Így, ha fiúra vágyik egy nő bal oldalon, ha pedig lányra, akkor jobb oldalon kell elhelyezkedni az együttlét során. A Tudorkori Angliában úgy tartották, hogy a szeretkezést élvezni kell ahhoz, hogy a férfi megtermékenyíthesse a nőt, ami jó hír volt a nőknek. Ugyanakkor házasságkötéskor meg kellett ígérniük, hogy előzékenyen viselkednek az ágyban, ami azt jelentette, hogy mindig készen kellett állniuk, ha a férfi kedvet érzett az összebújásra. Úgy tartották, hogy az a nő, aki kellemetlenül vagy boldogtalannak érzi magát szex közben, akkor az kevésbé termékeny. Úgy tűnik, a nőnek való örömszerzés központi kérdés volt számukra. Azt gondolhatnánk, hogy mindez a modern korra jellemző, ám akkoriban a Tudor férfiak úgy vélték, hogy ha gyermeket akarnak, akkor tekintettel kell lenni a nő igényeire is. Néhány könyvben tanácsot is adnak arra, hogyan kell megérinteni egy nőt, hogy az teherbe essen és élvezze az együttlétet. Itt, az angol Kent megyei Hever kastélyban találunk egy igen különleges és egyedi bútordarabot. Erre a csodásan díszített baldahinos ágyra nemrégiben bukkantak rá Chester történelmi városában egy hotel renoválása közben. A kutatások és a DNS vizsgálat alátámasztották, hogy ez a régóta elveszettnek hitt kincs egykor 7. Henrik ágya volt. A faragásokon Henrik, valamint felesége Erzsébet látható, mint Ádám és Éva, különféle középkori termékenységi szimbólumokkal, mint például makkal vagy szőlővel. Henrik különleges darabra vágyott, és rengeteget áldozott rá, hiszen nem csak ő és hitvese, hanem az egész udvar láthatta azt. Ugyanis a Tudor időkben a királyi párnak át kellett esnie egy olyan szertartáson, melynek során az udvaroncok együtt lehettek a királyi hálószobában a párral, hogy meggyőződjenek, valóban elhálták-e a frigyet. Mindenható urunk, áld meg eme királyi párt, 7. Henriket, valamint Yorki Erzsébetet. Vezesd őket, hogy nemzetünk békében élhessen, míg világ a világ, kérünk, Istenünk! A házasság érvényességének az volt a feltétele, hogy a felek esküt tegyenek, és elhálják a frigyet. Létfontosságú volt, hogy ennek legyenek tanúi is. Az egyik mód erre egy szertartás volt. Az esküvő után lakomát tartottak, majd ezt követően a pár a király udvaroncainak kíséretében elvonult. Volt ott éneklés, még trombitán is játszottak a királyi pár hálószobájában. Amikor a hálószobában, az ágyban feküdtek, egy pap megáldotta őket, majd elhúzták a függönyöket. Ezután az emberek odakint vártak, és azt remélték, hogy olyan hangokat hallanak majd, amelyekből kiderül, hogy a házasságot valóban elhálták. Ám ha ez nem volt elegendő, egy sokkal nyilvánvalóbb és szemléltetőbb módot választottak annak bizonyítására, hogy megpecsételték a házasságukat. A kiteregeti a szennyest kifejezés is onnan ered, hogy az esküvő utáni napon be kellett mutatni a lepedőt, melyen nyomot hagyott a feleség vére, aki elveszítette a szüzességét a nász éjszakán. Ezt bemutatták, így az emberek megbizonyosodhattak arról, hogy a frigyet valóban elhálták, így a házasság érvényes. Yorki Erzsébetnek összesen 7 gyermeke született, amely ma soknak tűnhet, ám a Tudor időkben átlagosnak számított.
A szülés azonban számos veszélyt rejtett, és akkoriban a nők várható életkora mindössze 35 év volt. A Tudor időkben a szülés rengeteg veszélyt rejtett. Minden harmadik nő belehalt a vajudásba. De vajon hogyan tudhatták a nők akkoriban, hogy gyermeket hordanak a szívük alatt? Ahogy ma is, a vizeletet vizsgálták meg. Az orvosok vizeletmintát vettek a nőtől, akiről azt feltételezték, hogy terhes, amit aztán gondosan megfigyeltek. Színbeli eltérést kerestek. A vizelet színe halványabb volt a szokásosnál, abból lehetett feltételezni, hogy az illető várandós. Ám létezett egy bizarabb módszer ennek megállapítására. Ehhez egy tőre volt szükség, amit beledobtak a vizelettel teli üvegbe. Majd egy éjjelen át benne hagyták. Aztán másnap reggel az orvos megvizsgálta, hogy néz ki a tű. A korabeli kéziratokból kiderül, hogy ha a tűn vörös foltok jelentek meg, az azt jelezte, hogy a nő terhes, míg ha fekete vagy rozsdás pöttyök képződtek rajta, akkor nem volt az. Ezek a vizsgálatok azonban meglehetősen megbízhatatlanok voltak, így a legtöbb nő nem tudta biztosan, valóban várandós-e. Meg kellett várniuk a terhesség fizikai jeleit, például azt, hogy felszedtek néhány kilót, vagy megérezték a kicsi mozgását. Akkoriban még azt sem lehetett kideríteni, hogy a pocakban fejlődő kicsi egészséges-e, ezért ezen a téren kizárólag a tapasztaltabb nők tudására hagyatkozhattak. A szülésnél gyakran segédkeztek bábák, akik sokkal több mindent tudtak a vajúdó nőkről, mint az orvosok, jóval tapasztaltabbak voltak, és megbirkóztak a szülés közben fellépő komplikációkkal is. Ám még velük is előfordult, hogy tévedtek. A bába megpróbálhatta kézzel kitágítani a nőt, ami remek ötletnek tűnhetett akkor, ha fel akarták gyorsítani a szülést. Azonban a vajúdás korai szakaszában magukra kellett hagyni a nőket, és ha ilyenkor közbeavatkoztak, akár kárt is tehettek az anyában. A bába nyomást gyakorolhatott a nő hasára, hogy megkönnyítse a baba kinyomását, amivel azonban szintén többet árthattak, mint használhattak. Ha igazán rosszra fordultak a dolgok, és képtelenek voltak világra segíteni a kicsit a nyomással, mivel akkoriban még nem voltak fogók, az egyetlen lehetőség az volt, hogy megfogták és kihúzták az anyából. Ezzel megölték a kicsit, és gyakran a nő szervezete sem bírta ezt. Ha nem halt bele ebbe a procedúrába, akkor is olyan fertőzéseket kaphatott, amelyekbe minden bizonnyal belehalt. A sok veszély ellenére nagy volt a nyomás a nőkön, hogy gyermeket szüljenek. Az arisztokrata származású nőktől, valamint a királynőtől elvárták, hogy annyi gyermeket szüljön, amennyit csak bír. Ezért akkoriban gyakori volt, hogy a családban 8-14 gyermek született. A nők így természetesen egy ideig nem tudtak eleget tenni feladataiknak. Az arisztokrácia körében ezért bevett gyakorlat volt, hogy a kicsiket dajkáknak adták, ők táplálták a csecsemőket, hogy a nők gyorsabban termékenyé váljanak. Ennek következtében gyorsabban lehessenek újra terhesek és visszatérhessenek teendőikhez. Henrik és Erzsébet legidősebb fiáról, Arthur hercegről gyakran megfeledkeznek, aki 1501-ben alig 15 évesen vette feleségül aragóniai Katalint, a spanyol királyi pár Ferdinánd és Izabella lányát. A nász éjszakájuk körüli vita vezethetett Anglia szétszakadásához, Arthur fivére 8. Henrik uralkodása alatt.
1502-ben, amikor a királyi udvar tele volt Henrik fiú örököseivel, és a király már kezdte biztonságban érezni a helyzetét, katasztrófa történt. Arthur herceg pár hónappal azután, hogy feleségül vette aragóniai Katalint, váratlanul elhunyt. Egyesek szerint a hitvesi ágybeli teendők okozták a beteges fiú halálát, ám valószínűbb, hogy az izzadásos kór végzett vele. Az izzadásos kort sokáig az influenza 16. századi megfelelőjének tartották, azonban a történészek napjainkban úgy vélik, hogy két különböző kórokozó állhatott a háttérben. Az egyik a lépfene, a másik pedig, ami érdekesebb és szerintem valószínűbb, hogy a hantavírus egy változata okozta halálát, amely a patkányok ürülékének belélegzése útján kerül a szervezetbe. Ez valószínűleg az influenza fertőző változata volt, mely a fiatal és egészséges embereket támadta meg. Az izzadásos betegség tünetei hasonlóak voltak az influenzához, így magas lázzal, izzadással, torokfájással járt. Gyors lefolyású volt. A betegek reggelinél még jól érezték magukat, vacsorára viszont már meghaltak. Ez a titokzatos és halálos kór félelmet ébresztett az emberekben. Már annak hírére, hogy a betegség felütötte a fejét egy helyen, az emberek annyira pánikba estek, hogy elhagyták otthonaikat. Ám Arthur herceg számára nem volt menekvés. Arthur herceg halála szörnyen megviselte a királyi családot. Hercegként hihetetlen figyelem övezte. Ő volt a trónörökös, és úgy vélem, 7. Henrik nem gondolta, hogy egyszer másodszülött fia, 8. Henrik lép a helyére. Minden reménye Arthurban volt, kinek halála mind emberileg, mind politikailag szörnyű csapást jelentett a család számára. A gyász, valamint a temetés méreteiből arra lehet következtetni, hogy mindez komoly traumát jelentett. Azonban még volt egy fiú örökös, így ennek köszönhetően a dinasztia biztonságban érezhette magát. Arthur korai halálát követően öccse Henrik lett a trónörökös, és amikor apja 1509-ben a más világra távozott, ő került Anglia trónjára. Jó képű, karizmatikus és sportos volt. Amikor 8. Henrik trónra lépett, nyomban nagy kontrasztot jelentett apjával szemben. Az emberek azonnal a szívükbe zárták, hiszen olyan király volt, amilyenre mindig is vágytak. Felség, alázatos szolgád vagyok. 8. Henrik York hercege volt a tartalék, ha nevezhetjük így. Ő is kiváló oktatásban részesült, herceghez méltóan. Azonban Arthur haláláig nem számíthatott arra, hogy egyszer király lesz belőle. Amikor fivére elhunyt, tudta, hogy egy nap ő lesz a király. Ekkor került előtérbe a házasság kérdése, valamint egyre nagyobb hangsúlyt fektettek a taníttatására is, hogy felkészülten ülhessen a trónra. Henrik olyan volt, akár egy reneszánsz herceg. Példaképei közé tartozott első Miksa, egykori német-római császár, aki kicsit idősebb volt nála, és aki kiváló vezér, államférfi, valamint harcos hírében állt. Henrik pedig pont ilyen akart lenni. Elképesztően gazdag, ugyanakkor igencsak sármos férfi volt, és egy igazi reneszánsz herceg, aki alig várta, hogy uralkodhasson. Lazított azokon a korlátozásokon, melyeket még 7. Henrik alkalmazott vele szemben. Így apja halála után láthatjuk, hogy elkezdett költekezni, amikor 17 évesen végre trónra került. Hetedik Henrik mértékletességének köszönhetően az angol királyi kincstár tele volt. Ám az ifjú 8. Henrik úgy vélte, a pénz arra való, hogy elköltse.
az egyik fő kedvelése az öltözködés volt. Rengeteget költött ruhákra, melyek a világ minden részéről ideérkező legfinomabb anyagokból készültek. Ám királyként természetesen sohasem egyedül öltözködött. Ebben mások segítettek neki. Mark Griffin történész a Tudor éra ruháinak szakértője. A király természetesen rengeteg szolgával rendelkezett. A legmegbízhatóbbak közülük a ruhatárának kezelői voltak, azok, akik öltöztették. Akik segítettek neki ebben, azokra hallgatott a király. Befolyásolhatták a családtagjaik előmenetelét, beszélgethettek vele a politikáról, ezért sokan vágytak erre a posztra. Ezek az emberek általában kiemelkedő nemesek fiai voltak, akiket maga a király választott ki. Erre az állásra igen sokan vágytak, hiszen a poszt betöltői gyakran kulcspozícióba kerültek, és nagy befolyással bírtak. Feladatuk egyszerűen csak az volt, hogy Henrik király nap mint nap a lehető legkifogástalanabbul nézzen ki. A király arról volt híres, hogy igen gyakran átöltözött. Az egyik követ az ezer papucsos királynak hívta. Mindig kiöltözött, és királyként természetesen a legdrágább ruhákat viselte Európában. Kérkedni akart az emberek előtt, hogy ő megengedheti magának mindenből a legjobbat, a legkiválóbbat. Vegyük például ezt a kabátkát. Ez selyembársonyból készült, mely egyenesen Kínából érkezett. Ez itt aranyfonal és egy taft díszítés, melyet szintén aranyfonallal hímeztek ki. Számos különféle színű ruhája volt mindenféle anyagból a különböző alkalmakra. A lehető legfantasztikusabban akart festeni. A férfiak szerettek sármosan kinézni a festményeken, ami azt jelentette, hogy szakállt viseltek, melyet a 16. században rendkívül férfiasnak tartottak. Széles válluk volt, és ha ezt a természet nem adta meg nekik, akkor válltömést használtak. Ezen kívül egy gatyapőcnek nevezett dolgot is viseltek férfiasságuk kihangsúlyozására, mely nemzőképességüket és termékenységüket jelezte. A király számára minden egyes ruhacsere legalább 20-30 percet vett igénybe, attól függően, hogy mit csinált, hol volt, ezért a szolgák folyamatosan a közelében tartózkodtak, hogy a lehető legkifogástalanabb legyen a megjelenése. A Tudorok felismerték a propaganda fontosságát. Rengeteg időt vett igénybe, míg ezt a valamennyi Tudor portrén látható, kifogástalan kinézetet elérték. A kabáton látható gyönyörű hímzés mellett ékszereket is láthatunk, melyek tekintélyt, valamint jó megjelenést kölcsönöztek a királynak. Mivel egyre több tehetős kereskedő, valamint gazdag középosztálybeli volt, egyre nehezebbé vált Henrik számára megkülönböztetni őket az arisztokráciától. Ennek orvoslására úgy döntött, hogy törvényeket hoz, és a társadalmi osztály, valamint a kiváltságok fogják meghatározni, ki milyen ruhát viselhet. Ezek a szabályozások a fényűzés tiltó törvényekként lettek ismertek. Ezen törvények bevezetésének egyik fő célja az volt, hogy megszilárdítsák a Tudor társadalmon belüli hierarchiát. Egy alsóbb osztálybeli nem öltözhetett jobban egy tőlem magasabb rangúnál, ezért Henrik egy törvényt alkotott a fényűző ruházat viselésére. Ebben számos szabályozás kapott helyet az egyes osztályokra nézve. Például, ha valaki a királyi család tagja volt,
Ő viselhetett lilát. A hercegek aranyszállal átszőtt kabátokban járhattak, a grófok felvehettek cowboyprémet, és ha valaki lovag vagy lord címet birtokolt, akkor viselhet egy gyapjút. Súlyos büntetést mond maga után, ha valaki szebben öltözött fel, mint ahogy azt a társadalmi rangja megengedte. Megbírságolhatták, elkobozhatták a földjeit, de akár halállal is lakolhatott a tettéért. Meglepő módon Henriknek csupán néhány ruhadarabja maradt ránk. A fényűző öltözetek és az importált anyagok olyan sokba kerültek, hogy az évek során a divat változása miatt gyakran átszabták azokat. Ám itt a Hampton Court palotában találkozom Ellery Lynn kurátorral, aki egy rendkívül ritka és különleges darabot mutat nekem, melyet a raktárban őriznek. 10 000 tárgy található ebben a raktárban. 10 000? Nem gondoltam, hogy ilyen sok van. A kiegészítőktől kezdve az együttesekig és köpenyekig. Itt minden egyes darab a palotákról és a benne élőkről mesél. Úgy érzem, ez valami igazán különleges lesz. Ez az egyik történelmi királyi palota kincse, ezért kesztyűt kell húznunk. Rendben. Izgatott vagyok, hiszen amit most látni fogunk, az egy Tudor viselet. És tudjuk, hogy azok igazi ritkaságnak számítanak. Ez bizony egy ilyen darab lesz. Így van. Ez egy Tudor ruha, amit minden bizonnyal maga 8. Henrik viselt. Akkor rendkívül ritka. Mindössze egy vagy két olyan tárgy van a világon, amely 8. Henrikhez köthető. Ez bámulatos. Milyen gyönyörű darab. Egy csodás kalap, melyet megvizsgáltattunk, és kiderült, hogy pontosan abból a korszakból származik. A gyapjú, valamint a festőanyagok mind a késő középkorra, valamint a korai modern korra jellemzőek, ami igazán fantasztikus. Megfoghatom? Persze. Óvatos leszek. A kezemben tartok egy kalapot, melyet minden bizonnyal híres királyunk 8. Henrik viselt. Elképesztő. Arra gondolok, hogy alig maradt valami utána, pedig több ezer ruhája volt. Ám ez az egy mégis valahogy megőrződött. Számomra ez egy kicsit meglepő, hiszen Henrik a portrékon általában fekete, kissé slampos kalapot visel. Ez viszont teljesen más. Ez élénk színű, gyönyörű, zöld structollakkal. Olyan, amilyenben nehezen lehet elképzelni. Szokatlan, hiszen a portrékon többnyire valóban fekete díszes kalapokban ábrázolják, melyek szinte ugyanúgy néznek ki. Azonban az írott forrásokból kiderül, hogy a fekete bársonyon kívül még számos színt viseltek. Például skarlátvöröset, zöldet, sárgát, melyeket arannyal, ékszerekkel, valamint különféle színű tollakkal díszítettek. Ez tehát a korra jellemző viselet volt. Ezen is volt ékszer? Mindenképpen. Ahogy a structollon látható, itt egy kis ezüst gomb kapott helyet, ami csillogott a fényben. És a peremén egyenletesen elrendezett apró lyukakat is találunk, ahova minden bizonnyal drága köveket, ékszereket, dísztűket és hasonló dolgokat tettek, melyektől még színesebb és különlegesebb lett a kalap. Micsoda kincs, és mekkora megtiszteltetés számomra, hogy a kezemben tarthatom 8. Henrik kalapját. Henriknek nem csupán a megjelenésére kellett gondolnia. Szüksége volt egy törvényes fiú örökösre is. Ehhez pedig először meg kellett nősülnie. It
Úgy döntöttek, hogy fivére özvegyét, aragóniai Katalint kell nőül vennie. Henrik szerette Katalint, és jövendőbeli apósának írt egy levelet, melyben biztosította, annyira odáig van a lányért, hogy mindenki közül csak is őt választaná. Sok tekintetben hasonlítottak, így intellektuálisan és kulturális tekintetben is. Királynak, valamint királynénak nevelték őket, és igazán szerették egymást. A lovagok világában éltek, melyben a feleség hű szívemnek nevezte férjét, aki pedig igyekezett mindenben a nő kedvében járni. A korai házasság sikeresnek tűnt. Katalint királynévá koronázták, és rendszeresen együtt is aludtak, mivel hamarosan áldott állapotba került. Henrik tisztelettel közeledett felé, úgy viselkedett vele, mint egy nővel, aki bátorítja őt a lovagi tornákon, valamint az udvari eseményeken. Így egyáltalán nem úgy tűnt, mintha bármi gond lenne a kapcsolatukkal. A következő másfél évtizedben a házasságuk boldognak tűnt. Ám a vetélések és a koraszülések miatt Henriknek nem született fiú örököse. Hozzászokott, hogy mindent megkap, amit akar. Mindenki megadja neki, amit szeretne, kivéve ezt az egy dolgot. Úgy viselkedett, akár egy dühös kisgyermek, aki hibáztatni akar valakit, hiszen az szóba sem jöhetett, hogy ő a felelős mindezért. Folyamatosan azt mondták neki, és el is hitte, hogy ő a tökéletes király. Így az, hogy nem született fia, bizonyára rendkívüli módon elkeserítette. Ha valakit okolni lehetett, akkor az az anya volt. De ezen felül számos dologról hitték, hogy köze van a vetéléshez, valamint a születési rendellenességekhez. Úgy tartották, hogy ha az anya valami ijesztőt lát, akkor a gyermek rendellenességgel születik. Koraszülés esetén a nőt hibáztatták. Úgy vélték, hogy az anya valami rossz dolgot tehetett. Rengeteg hiedelem volt, például úgy tartották, hogy ha a nő a májusi harmaton lábújhegyen sétál végig, vagy felnéz a holdra, esetleg nem megfelelő ételt teszik, akkor elvetél. Ha a királyi családban fordult elő koraszülés, akkor például 8. Henrik esetében tudjuk, hogy ő Istent hibáztatta, őt okolta, és ennek az volt az oka, hogy Henrik és Katalin szörnyű bűnt követtek el azzal, hogy összeházasodtak, hiszen Katalin korábban Arthur felesége volt. Katalin hat gyermekéből csupán egyetlen maradt életben. Mária hercegnő, aki bár nem fiú volt, akire Henrik vágyott, apja mégis imádta, és rengeteget áldozott a taníttatására, valamint a neveltetésére. A kormércéjéhez képest jó apa volt, ám férjként a hűség nem tartozott az erényei közé. Henrik más nőkkel is összeszűrte a levet, különösen akkor, amikor Katalin állapotos volt. Akkoriban úgy hitték, a férfinak rendszeres szexuális együttlétre van szüksége, hogy megszabadulhasson a felgyülemlett folyadéktól és egészséges maradjon. Katalin a gyermekágy vagy a terhesség miatt sokszor nem volt Henrik mellett. Nem is lett volna tanácsos, hogy lefeküdjön férjével, hiszen azzal kárt okozhatott a magzatnak, így a Tudorok számára logikus megoldásnak tűnt, ha máshol keresik a boldogságot. Seek some sort of comfort elsewhere. Azt biztosan tudjuk, hogy a király viszonyt folytatott Elizabeth Blount-tal. A csak Bessie-ként ismert hölgy a királyné egyik udvarhölgye volt, akit maga Katalin választott ki. És a feleség fájdalmát csak tetézte, amikor kiderült, hogy Bessie Henrik gyermekével terhes, egy fiúval, akit Fitzroynak neveztek el. Blount nem vált kegyvesztetté. Nem kellett elhagynia a királynő udvartartását, továbbra is az ő szolgálatában állt. Az az elgondolás pedig, hogy Harry Fitzroynak
El kellene vennie Mária hercegnőt, és így biztosítani a Tudor örökösödést. Nem is tűnt badarságnak. Henrik nem csak, hogy nem tagadta meg törvénytelen gyermekét, hanem a Fitzroy nevet adta neki, amely azt jelenti a király fia. A király biztosította, hogy a fiú a legjobb neveltetésben és oktatásban részesüljön, valamint címeket is adományozott neki. Úgy vélik, hogy Henrik Fitzroyra akarta hagyni a trónt, ha nem születik törvényes fiú örököse. Ha megnézzük a királyi frigyeket, az emberek tudták, hogy a királyok szeretőket tartottak, ami elfogadott volt. Ugyanakkor ezek a házasságon kívüli viszonyok ellenérzést váltottak ki az emberekben, mivel azt sugallták, hogy a királynak nincs önkontrollja. Gondot okozott az is, hogy a fattyúknak nem voltak törvényes jogaik, így mindig problémát jelentett, hogy királyi gyermekként kezeljék-e őket, vagy sem. Idővel a királyi párházassága megromlott. Henrik számára egyértelművé vált, hogy Katalin képtelen fiút szülni neki. De más okok is álltak a háttérben. Katalin 6 évvel volt idősebb Henriknél, és mire a királynő betöltötte a 40-et, ez erősen látszani is kezdett. Henrik fiatalabb, életerősebb és kevésbé istenfélő nőre vágyott, de ami még fontosabb volt számára, olyan feleségre, aki fiúval ajándékozza meg. Henrik pár évvel később ismerte meg Boleyn Annát, mint testvérét Máriát. Anna távol volt az udvartól, majd visszatért. Divatosan öltözködött, a francia stílust és kultúrát éltette, ami nyomban felkeltette a király érdeklődését, különösen azért, mert teljesen más volt, mint a spanyol Katalin. A Boleyn Annával folytatott viszonya 1526 körül vette kezdetét. Tudjuk, hogy kapcsolatuk meglehetősen viharos volt, ahogyan azt is, hogy szenvedélyesen szerették egymást, amelyről a király Annának írt levelei is tanúskodnak. Kétségtelen, hogy érdekesnek és lenyűgözőnek találta a nőt. Ajándékokkal halmozták el egymást. Anna egy ezüst képet adott a királynak, melyen egy hajóban hánykolódik a viharos tengeren egy lány. Ezzel tulajdonképpen a tanácstalanságát akarta kifejezni, hogy elfogadja a király közeledését vagy sem. Henrik egész sor drága ajándékkal halmozta el új szeretőjét. Így például 1532-ben 3 tucat ékszert adott neki 100 font értékben, ami mai pénzben egy kisebb vagyonnak felel meg. Hans Holbein számos ékszert tervezett a király új szerelmének, és Henrik mindig a királyi ékszerkészítő ház legszebb darabjaival kápráztatta el szeretőjét. Odáig ment, hogy feleségének, aragóniai Katalinnak megparancsolta, hogy saját ékszereit is adja oda Annának. Sajnos Anna ékszerei közül egy sem maradt ránk, még a leghíresebb darab a gyöngyökből készült nyaklánca sem, melyen nevének kezdőbetűi láthatók aranyból. Úgy tartják, hogy ezt lányának Erzsébetnek ajándékozta, a gyöngyök pedig a mai napig megmaradtak. Jelenlegi királynőnk koronáját díszítik. Az Annának írt levelek és az ajándékok száma híven tükrözi, mennyire oda volt Henrik az elragadó és világot járt fiatal szépségért. Kitartóan ostromolta, ám szenvedélyessége és király volta ellenére, Anna nem engedte őt teljesen közel. Úgy tartották, hogy Anna csak házasságkötésük után feküdt le Henrikkel. Egy 7 éves időszakról beszélünk, eddig kellett volna várnia Henriknek. Anna minden bizonnyal bátorította a királyt, nem hiszem, hogy minden közeledését elutasította.
Azonban nem esett teherbe, ami arra utal, hogy valamilyen módon védekezhettek, nem mentek el a végsőkig, nehogy házasságon kívül gyermekük szülessen. Úgy gondolom, hogy bizalmas viszonyt ápoltak, hiszen 7 éven át valahogy fenn kellett tartani a király érdeklődését. Henrik bizonyára félig szerelmes volt Annába, ám nem mindenki örült boldogságának. Sokan rossz szemmel nézték Anna Henrikkel folytatott viszonyát. Katalinnak rengeteg támogatója akadt, akik ellenezték a kapcsolatot, melynek egyik oka az volt, hogy Henriknek nem csupán Boleyn Mária, hanem Anna anyja Erzsébet is a szeretője volt egykor. Idővel egyre többen háborodtak fel ezen, Henriket pedig Kéjencnek nevezték, mert intim kapcsolatot folytatott anyával és Anna két lányával is. Az évek során számos név merült fel, akikkel a király viszonyt folytathatott. És akadt valaki az udvarban, akivel Henrik még a legintimebb pillanatait is megosztotta. Az árnyékszéki inas 8. Henrik magánlakosztályának legfontosabb tagja volt. Az ő feladata volt elkísérni a királyt az illemhelyre, és türelmesen megvárni, amíg az elvégzi a dolgát. Majd biztosítani, hogy az uralkodó tisztán távozzon onnan. Ez azonban nem ment mindig egyszerűen. Az egyik ilyen inas, Thomas Heneage feljegyzéseiből tudjuk, hogy egyszer egy beöntést kellett alkalmaznia, melynél egy disznó húgyhólyagját töltötte meg sós vízzel, amit egy fémrúdon keresztül bevezetett a király hátsójába, majd 2 órán át otthagyott. Ezek után a király Heneage leírása szerint megostromolta az árnyékszéket. Nem igazán tűnik vonzónak ez az állás, pedig ez volt a legnagyobb presztízzel járó munka az udvarban, hiszen ezek az emberek mindenkinél több időt tölthettek kettesben a királlyal. Ezek a férfiak Henrik bizalmasai, tanácsadói lettek. Így az árnyékszéki inas a legkeresettebb állás volt Henrik udvarában. Az uralkodó magánlakosztályának első embere az árnyékszéki inas volt, ami nem tűnik kiváltságos státusznak, de ő volt az a személy, aki mindenhová elkísérte a királyt. Bárhová is ment, szüksége volt erre az inasára. Ezekből a szolgálókból lettek a király magánlakosztályának első emberei, akik címet kaptak, melyet örökölhettek is. Ezek az emberek lettek azok, akik visszavonultak a királlyal, ha annak dolga akadt, és ebben a bizalmas világban születtek a legfontosabb döntések. Felség, éljen sokáig! Henriket korai évei formálták azzá, ami később lett belőle. Fiatal férfiként vakmerő, társaságkedvelő, energikus, megnyerő, nagylelkű és kedves volt. Ám mindez hamarosan megváltozott. A következő részben megtudjuk, hogy egy majdnem végzetes baleset miként változtatta meg a királyt örökre, hogyan lett egy szerethető fiatalemberből kegyetlen és paranoiás zsarnok, és hogy királyságának sorsát hogyan befolyásolta egyre romló egészségi állapota és viharos szerelmi élete.